A szadai lakosság egészségvédelme érdekében az önkormányzat ismét egészségnapot szervezett április 12-én szombaton. A rendezvény fővédnöke Vécsei László szada polgármestere volt. A szadai önkormányzat a támogatója és egyben a felkarolója annak, hogy egészségnap legalább egy évben egyszer megszerveződjön Szadán. Hogyan is történik ez, mi mindenből áll, és mekkora rá az érdeklődés? Körülbelül 6 évvel ezelőtt, amikor még a kistérségi rendszerben gondolkodtunk, akkor a Gödöllői Kistérség megszervezte az első ilyen szűrővizsgálat sorozatot. Ezt a házi orvosokkal, helyi orvos társadalommal egyeztetve döntöttük el, abból kiindulva, hogy a legjobb gyógyítás az a megelőzés. És a megelőzéshez feltétlenül szükség van arra, hogy bizonyos rendszerességgel szűrővizsgálatok történjenek. Ez akkor, amikor indult, az egész Gödöllői Kistérségre kiterjedt, és akkor még a kistérségi szervezet finanszírozta ezeket a szűrővizsgálatokat, aztán a kistérség megszüntével el lehetett dönteni minden egyes településen, hogy folytatják vagy sem. A szadai önkormányzat úgy döntött, hogy folytatni fogjuk ezeket a szűrővizsgálatokat, ezért aztán az elmúlt 3 évben is folyamatosan megtörténnek ezek a vizsgálatok Szadán. Minden évben változó programmal, tehát ajánlatot kapunk, és az orvosokkal, védőnökkel egyeztetve igyekszünk mindig valamilyen célcsoportot a fókuszba helyezni. Idén is így történt, és szép sikerrel lezajlott. Egyébként nem csak ez a típusú vizsgálat van, hanem éveken keresztül egy ilyen vizsgáló konténer vagy kamion is érkezett Szadára, egyeztetett időpontban általában augusztusban. Ez nem tudom, hogy az idén meg lesz-e. Ez is nagyon sokat segített abban, hogy bizonyos betegségeket időben felismerjenek az orvosok. Úgyhogy ez az egy vagy két szűrővizsgálat típus most már évek óta megtalálható Szadán. Vécsei László azt is elmondta, hogy a pszichológiai és probléma megoldó tanácsadás mellett helyet kaptak a különféle egészségügyi kiegészítő szolgáltatások is. Gyógynövénybemutatók szinte minden egyes ilyen szűrővizsgálat sorozathoz kapcsolódtak, már korábban is. Egyébként a ortopéd eszközök készítése például a nyugdíjas klubban volt rendszeres, tehát a nyugdíjas klubhoz rendszeresen látogattak ebben a témában. Ha jól emlékszem, egyébként ilyen pszichológiai, pszichiátriai szűrővizsgálatok egyébként korábban is voltak. Ez biztosan nagyon jó, hiszen ugye a klasszikus szemlélet szerint a test és lélek egysége miatt talán az európai orvoslás kevés gondot fordít a lélek egészségére. Én nagyon örülök neki, hogy ez is bevonul itt a szűrővizsgálatok sorába, és mondom, úgy emlékszem, hogy már tavaly is volt ilyen. A látogatók különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt, melyek a Székely Bertalan általános iskola épületében és az orvosi rendelőben kaptak helyet. Van szájüregi szűrés, itt a doktor úr az onkológiai intézetből jött, aztán légzésfunkciós vizsgálat, dohányzás leszoktatás, ez a tüdőgödöllői tüdőgondozóból, van hallásvizsgálat, szemészet, a szemészeti doktornő szintén a gödöllői szakrendelőből jött, ezen kívül csontritkulás, ő is Budapestről. Hát különböző szakorvosok különböző helyekről jöttek. Többségében, ami megoldható, azt innen Gödöllőről próbáljuk azért, hogy egyenes legyen az út utána, hogyha valakinél valamit találnak, akkor legyen egy kapcsolat, ahova tovább lehet menni. Egyébként rizikószűrés van, ahol vérvételben koleszterin, vércukor meghatározást tudnak végezni, illetve van egy testzsírmérés, és vérnyomásmérés. Van belgyógyászati vizsgálatot, kardiológiai jellegű, tehát EKG magas vérnyomás kiszűrése a feladat. Tehát az iskolákban úgymond vizsgáló helyiségeket alakítunk ki. Próbálunk olyan vizsgálatokat idehozni, ami nem jár különösebben nagy sem beruházással, sem nagy energiával. Ezért például a nőgyógyászat és a csecsemő vizsgálat ezért van az orvosi rendelőben, mert ott van a védőnőnek pólyázója, ahol meg tudják vizsgálni a csecsemőt, és van egy nőgyógyászati vizsgálószék, tehát nem kell külön problémázni, hogy ezt hogyan oldjuk meg. A belgyógyászat
nőgyászathoz ágyat, paravánt hoztunk, az egyebeknél pedig a tanteremben tulajdonképpen nem kell levetkőzni, tehát olyan vizsgálatok vannak, amihez leül a beteg, megszúrják ugyanúgy, mint a laborban, tehát semmi olyan nincs, ami különösebben nagy problémát okozna. Minden tanteremben külön vizsgálat van, tehát egyenként mennek be a betegek ugyanúgy, mint egy rendelőben, tehát az intimitásra figyelünk, ahol esetleg vetkőzés van, ott paravánt is biztosítunk. Havai Ildikó hangsúlyozta a szűrővizsgálatok fontosságát, hiszen ha a jelentkező tüneteket időben észrevesszük, még sok esetben gyógyítható a betegség. Valamint hálás azoknak az önkormányzatoknak, akik támogatják az efféle megmozdulásokat. Lehetett tudni, hogy mennyien vették igénybe a mostani szűrést ez idáig a regisztráció alapján, és esetleg korosztályonként lehet-e kiemelni valamelyiket? Azt mondom, hogy erre utólag tudnánk választ adni. A középkorosztály és az idősebbek voltak főleg. A nőgyógyászatot, illetve a csecsemőt nem tudom, de tudom, hogy ott például a védőnő előszűrést végzett, és időpontokat adott már, és kimondta, hogy aki csak tud, jöjjön. Tehát azt hiszem, hogy ott előjegyzés alapján legalább 20-21-22 gyerek volt. Az itteni, az nem tudom megmondani pontosan, nagyságrendileg 80-100 ember volt. Az egy figyelemre méltó, hogy aki ide jön, az igyekszik minden vizsgálatot igénybe venni. Hiszen egy napon, egy délelőtt alatt, ha elmegy 7-8 vizsgálatra, ahol egyébként heteket, hónapokat kellene várni, és külön helyre kellene menni, úgy gondolom, hogy mindenkinek nagy előnyt jelent. Igen, hát azt látjuk itt a háttérben a várakozásról és a mozgásról, hogy az Szadai Általános Iskola átalakult rendelőintézetté, szakorvosi rendelőintézetté. Úgyhogy köszönjük szépen! Én azt gondolom, hogy ez egy jó együttműködés itt az önkormányzattal. Ők mindig örömmel veszik ezt. Az időpontokban mindig megállapodunk. Hála Istennek most az időjárás kedvezett annak, hogy bár lehet, hogy sokan kertbe mentek, de azért a jó időben szívesebben kimozdulnak az emberek, és elszaladnak ide. Én remélem, hogy eredményes lesz a szűrés, és akinél találtunk is valamit, én mindenkinek jó egészséget kívánok. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a gyógyteák fogyasztása, ezzel pedig immunrendszerünk erősödését segíthetjük elő. Nagyon sokféle teát hoztunk, gyógynövényteák, az összes gyógynövénybe vizsgált gyógynövényekből vannak élvezeti teáink is, de vannak külön speciális teák, például a karcsútea. Betegség esetén például méregtelenítő vagy magas mérnyomás, reuma, köszvénytea keverékeink vannak, fürdőfiltereink, ami teljesen egyedi, azt a fürdőkádba ülőfürdőként használhatod, vagy borogatásként, és hát nagyon-nagyon sokféle, a klasszikus kamilla, csipke, bogyóhás teától egészen a gyerekgyökérig, bármiféle filterezett szálas teák, egyedi igényeknek is, vagy igényeket is ki tudunk elégíteni. Például most valaki kérdezte a kandida teát, hogy van-e olyanunk, nincs, de fogunk beszélni orvossal és fitoterapeutával, hogy állítson össze. Gyerekek is ihatják ezeket a teákat? Abszolút, abszolút. A keverék teákat, mint például a magas vérnyomás, az nyilván nem, és ezek kiegészítő kezelésként működnek, érdemes az orvossal egyeztetni, tehát csak úgy, mert például van a depresszió elleni teánk, amit nagyon sok depressziós gyógyszerrel együtt nem lehet fogyasztani, tehát mindenképpen az orvos tanácsát ki kell kérni ezekről a keverék teákról. Ejtsünk néhány szót az élvezeti teákról. Abban mi minden finomság van, és amellett, hogy teaként használjuk, még akár joghurtba is tehetjük? Igen, van például az eszemiszom gyümölcsteánk, abban van mazsola, vadcseresznye, hibiszkuszvirág, és azt, ha megetted, vagy megittad a teát, lefőzted, és megmaradt az alján a kis csomagod, azt beleteheted joghurtba, megeheted műzliként. Itt Szadán ezen az egészségnapon mekkora népszerűsége van ezeknek a teáknak? Nagyon nagy érdeklődés mutat, tehát az emberek lassan már inkább visszatérnek a hagyományos a natur dolgokhoz, a sok kemikália mellett, vagy pedig elkezdik felfedezni, hogy kiegészítésképpen. Úgyhogy elég nagy érdeklődés van. Az egészségnapon résztvevők elégedettek voltak a rendezvény felkészültségével és a szolgáltatásokkal. Mi is részt veszünk a feleségemmel ezeken a napokon, úgyhogy most is több vizsgálatra bementünk.
mindenképpen nagyon hasznos. Az ember figyelembe veszi, hogy néha egy-egy vizsgálatra mennyit kell várni, és itt pedig egy helyen egyszerre ennyi mindent megtudhat, akkor ez nagyon hasznos. Ön például milyen vizsgálatokra megy be? Én voltam személyzeti szűrésen, most éppen a hallásvizsgálatra várok, orr- és szájüregi daganatok vizsgálatán, EKG-n, vérnyomásmérés, koleszterin, vércukonszint mérésen, majdnem mindegyiken. A szervezők remélik, hogy az érdeklődők jövőre is élnek a lehetőséggel, hiszen mindnyájan felelősek vagyunk saját egészségünkért.